Hello mindenkinek! A mai videóban, mint általában mindig, teszteltem néhány terméket, amit küldött nekem a YesTime, és ezekről fogom elmondani a véleményem. Az első termék, amit szeretnék kifejteni, az egy arcmaszk, de ez egy lemosható arcmaszk. Tudjátok, hogy egyébként nem vagyok oda a lemosható arcmaszkokért. Az egyetlen az az Innisfree-től van, a magvortos, amit nagyon-nagyon szeretek. Nem is igazán tartottam meg más fajtát. Ez egyébként eszméletlenül puhává varázsolta a bőrömet, de nem, tehát kiveszi a jó olajokat a bőrből, tehát szárít. Viszont az összetevői, amik felszívódnak, vagy beszívódnak a bőrbe, az tényleg úgymond feszesít. Tehát amikor lemosod ezt az arcmaszkot, akkor tényleg érzed, hogy feszesebb egy picit a bőröd. Úgyhogy nem mondom azt, hogy rossz, de nem az én bőrtípusomnak való. Egyébként kombinált vízhiányos ugye a bőrtípusom. Amikor felviszed ezt az arcmaszkot, vékonyan kell felvinni, és ilyen filmszerű réteget képez az arcon. Na most nekem már az fura volt, mert elkezdi húzni, így rászárad, úgymond. Tehát ez egyébként nagyon-nagyon változó az eddig kipróbált arcmaszkoktól, amiket eddig kipróbáltam. Nagyon más textúrája van, a száradása is sokkal másabb. De mondom, miután lemostam, egyébként 10-15 percig hagyott fenn, de miután lemostam, mondom, annyira puha, meg olyan feszes volt az arcbőröm. Tehát ez nagyon jó, csak én nem szeretem, amikor száraz érzetet, húzó érzetet hagy egy arcmaszk maga után. A következő termék viszont nagyon-nagyon tetszik, ez megtartós. Egyébként is tudjátok, hogy szeretem az ajak termékeket, és a Skin Food márkát is nagyon-nagyon szeretem. Ez a Skin Foodnak az avokádós ajakhámlasztója. Ha jobban megnézitek, nem tudom mennyire adja vissza a videó, de vannak benne ilyen kis cukordarabok, tehát fizikailag hámlasztja az elhalt hámsejteket az ajkaitokról. Nagyon kellemes illata van, és mondom, avokádós egyébként. Se a vaj, jojoba olaj van benne, ugye avokádó olaj van benne, tehát egyébként nagyon jól hidratál, vagy hát nem hidratál, inkább táplál, ugye. Nem tart nyilván olyan sokáig, mint mondjuk a Laneige ajakbalzsamjaim, de ez nem is arra van. Következő termék az egyik nagy kedvencem, ezt már nem először mutattam be nektek. Nagyon-nagyon-nagyon jó szemmaszk. Vékony gél réteg, vagy gél állagú, és csipesz van benne, csipesszel kell felvenni, mert tényleg nagyon vékony átlátszó, szinte zselés anyagból van. Két méret van, az egyik a szem alá, a másik képzeljétek el ide felülre, én azokat is a szem alatt használtam, és így sokkal tovább elég, mert egyébként 60 darab van ebben. Eszméletlenül jól feltölt és hidratál. Ezt már régebben is mutattam nektek, nagyon-nagyon jó, nagyon sokáig elég. Eszméletlenül kellemes a használata, inkább olyan 15 percet hagytam fent, mindig reggeli rutinban használtam. Amúgy, ha nem szemfelé, akkor ide a mosolyvonalra, bárhová tehetitek a kisebb, ilyen félhold alakú van még benne, hanem a rendes szem alatt itt teszitek, akkor mondom, van benne még egy méret, de én csak simán azt is elhasználtam szem alatt. Nagyon jó, nagyon-nagyon jó szemmaszk, pedig nem vagyok annyira szemmaszk párti, de ezt, amikor volt nekem az előző, teljesen elhasználtam. A következő
termék, a Fruida, vagy Frudia márkát már említettem nektek régebben, volt egy szőlőmag kivonatos arckrémem, ami elég jó volt a régi olajos bőrömre. Más termékeket is használtam már tőlük egyébként. Arckrém. De nagyon jó, mert 20 ilyen tasak található a dobozban, és áfonya, meg mészkivonat van benne, még több minden más is. Tényleg nagyon jó, egyébként könnyed, tehát kombinált bőrre is nagyon jó esti rutinban. Nagyon kellemes tápláló. Illatra is kellemes, nem nagy illat tartozik egyébként hozzá. Tetszik, tele van vitaminokkal, ez nagyon-nagyon tetszik nekem. És ez, hogy utazás friendly, ez még jobban tetszik. Úgyhogy ez tényleg nagyon hasznos. Ajándékba is hasznos, megmondom, utazásra. Utazásra is nagyon jó, hogy ilyen kicsi kiszerelés. 5 millis kiszerelés, és akkor 20x 5 millit kapsz ebben a dobozban. Úgyhogy ezen mondom, meglepődtem, de nagyon tetszik, hogy ilyen kiszerelése van, és könnyű vele utazni. Szerintem ez nagyon jó kis ötlet arckrémnek. De található benne seavaj, hialuronsav, citrusgyümölcsöknek a magolaj kivonatai. Tehát tényleg jó, tényleg tápláló arckrém. És mondom, ahhoz képest, hogy kombinált a bőröm, jól bevált. A következő termék az egy maszk. Ez a kapszula maszk, ezt maximum 20 percig kell, ez egy teljes arcmaszk. Ráadásul ez nagyon jó kombinált vagy problémás bőrre, mert witch hazel van benne, ami ugye antibakteriális, és ugye nagyon jó pórus tisztításra, viszont tele van vitaminokkal, közben olvasom nektek, niacinamide, ami bőrvilágosító, tehát ez ebből a szempontból is nagyon jó, ugye problémás bőrre. Valamit még meg akartam, hidrolizált kollagén, óceánvíz van benne, tehát szívótör, termálvíz, adenozin, ami ránctalanít. Ez a maszk olyan szintű bam a bőrnek, tehát ilyen bum, fel vagyok töltve maszk, 3 rétegű ráadás, annyira gazdag érzetű maszk, hogy utoljára ilyet, én tudjátok melyiknél, az I'm From-os, nem az I'm From, melyik, a Benton Snail Beetle-től éreztem ilyen eszméletlen nagy feltöltést, meg gazdagságot, nagyon gazdag ez a maszk. Szó se róla, eszméletlenül gazdag ez a maszk. Tehát, ha másnap van egy fontos esemény, akkor nagyon jól fel tudja tölteni gazdagon az arcbőrt. Következő termék az megint csak óceáni. Ez egyébként egy éjszakai arcmaszk, de ez nem lemoshatós meg semmi, ez tényleg magadon felhagyod, tehát utolsó lépésként viszed fel lefekvés előtt. Őszinte leszek, annyira jók az összetevők, nagyon akartam szeretni, de valahogy nem tudtam kibékülni az állagával, mert ahogy felviszed, ilyen zselés, de ez darabos, ragacsos zselés. Tehát csodálkoztam, amikor megnéztem YesStyle-on, hogy sok, vagyis hát nem sok, de nem tudom, olyan 6-7 pozitív, mert még ez új termék, nem sokan próbálták. Tehát, hogy néhány jó kommentet olvastam róla, és érdekes, senki nem említette, úgyhogy lehet, hogy csak én vagyok ilyen textúramániás. Nekem nem jött be a textúrája. Az eredménye igen, és az összetevői is. Szintén szívótör ügye található benne, szintén kollagén. Tehát ez leginkább száraz vagy vízhiányos bőrre mondanám, hogy eszméletlenül jó különbséget tudtok vele érzékelni mindenképp. De mondom, nekem textúrára nem jött be, valamint, amit még megjegyeznék,
Az illata abszolút nem nekem való. Egyébként sem szeretem, ha valaminek illata van, de ennek nagyon-nagyon erős az illata. Tehát kár az a parfümér benne, meg mondom, ez a ragacsos textúra nekem nagyon fura volt, mert vittem már fel ilyesmi arcmaszkokat, de azok könnyed gélállag és be is szívódtak. Tehát nekem fura volt, ezzel nem tudtam mit kezdeni. Ez az arcmaszk például ugyanúgy kollagén meg ilyesmi, de akkor inkább ezt ajánlanám. Ráadásul a sheet maszkokat amúgy is szeretem, mert vasárnaponként felteszed, és akár semmi más nem viszel fel, csak egy arckrémet utána. Tehát egy lépésben nagyon-nagyon sok mindent el tudsz intézni egy ilyen maszkkal. Két terméket még mindenképp meg akarok jegyezni, ezt ugyan vettem, nem küldték, de retinol, ez a legelső retinol a korai életben. Tehát ugye tudjátok, hogy a retinol főleg mostanában eszméletlenül az utóbbi pár évben fel lett fújva. Tény, hogy nagyon-nagyon jó pattanásos bőrre, tény, hogy eszméletlenül jó ráztalanító összetevő, minden szempontból kiváló a retinol. De a baj az, hogy amennyire hatékony és felfújt és elterjedt a retinol szeretete, annyira kell érteni is hozzá. Tehát nagyon-nagyon elérzékenyíti a bőrt, nagyon-nagyon fontos utána, hogy naptejet vigyünk fel, nagyon-nagyon fontos, hogy ezt inkább télen használjuk, nyáron ne. Tehát nagyon sok szabály van, amit követni kell retinol használata folyamán, vagy használatakor, valamint, hogy hány százalék, vagy milyen fajta retinol, mert retinoin is van, meg alternatívái vannak, tehát fogok nektek külön készíteni retinolról videót. Ma ezt csak azért mutatom, mert ez az egyetlen és legelső, azt hiszem még mindig egyetlen, korai retinol. Ráadásul annak ellenére, hogy a retinolt nem lehet egy rutinba tenni C-vitaminnal, vagy hámlasztókkal, sok mindennel, annak ellenére ez a retinol, ez úgy van kifejlesztve, olyan szinten jól van felépítve az összes összetevő, hogy van benne szalicilsav például. Eszméletlenül jó, mindjárt fel is sorolom nektek, mennyi jó összetevője van. Még csak elkezdtem használni, tehát teljes review-t úgymond nem tudok adni, de mint retinol összetevőről mondom, készülök amúgy is videóval, mert mindenképp szeretném, hogyha felelősség teljesen és megfelelően használnátok retinolt a rutinjaitokban, mert tudom, hogy nagyon-nagyon fel van fújva, és ez a legerősebb aktív összetevő a bőrápolás univerzumában. Tehát olyan szintű károsodást tudtok is vele csinálni, amit mondjuk egy C-vitaminnal se, pedig azzal is lehet károsodást csinálni az arcbőrben, vagy egy hámlasztással is. Tehát ezért mondom, hogy mindenképp fogok nektek videót csinálni, mert tudjátok, hogy a csatornámnak ez a lényege. Ugyan azt akarom, hogy szeressétek a korai bőrápolást. Azt akarom, hogy imádjátok a bőrötöket, meg ugye a sok eredményt, amit elértek. Ezt nagyon sokan írjátok, és nekem nagyon boldog vagyok. De azt is akarom, hogy mindig kövessétek a minimum szabályokat. Tehát az alapokat tudni kell ahhoz, hogy azokat az eredményeket el is tudjátok érni, amiket szeretnétek egy bőrápolással. Ezért mondom nektek mindig, írjatok rám, mielőtt rendelni akartok YesStyle-ról. És nem csak azért, mert van rá kedvezményem, hanem mert tudok nektek rutint összeállítani, mit használhattok, mivel, mit nem, meg természetesen a csatornámon is sokszor kifejtem, mit, mivel, vagy mikor, mivel, miután lehet használni. Ahogy mondtam, ugye retinol, de van benne adenozin, ami ugye ráztalanító egyébként is, mint összetevő, van benne hialuronsav, van benne keramid, és koleszterol, ami nagyon jó ugye bőrvédő réteget visszaépít és véd, ami nagyon fontos, ugyanis a retinol el tudja vékonyítani szintén az arcbőr, vagy a bőrvédő rétegét, ugyanúgy, mint a hámlasztó összetevők. Szalicilsav is van benne, nagyon kevés, mert a végén van a listán, valamint peptid is van benne, úgyhogy az megint csak nagyon jó.
Ugye az is öregedésgátló összetevő. Annyira jól van összerakva összetevőkkel, annyira jól van mixelve és kidolgozva, hogy még érzékeny bőrűek is használhatják ezt a retinolt szerintem, de természetesen, mint minden retinolnál, először egy kicsit tegyetek fel a nyakra és próbáljátok ki, mert soha nem lehet tudni. Mondom, eszméletlenül jó ez a retinol, vagyis a vitamin, de mondom, fogok róla csinálni videót nektek, mint összetevőről. Az utolsó termék, ha már retinolról beszéltem nektek, az egy retinal szemszérum végül is. Tudjátok, hogy imádom a Beauty of Joseon márkát. Ez egy olyan márka, ami az teljes bőrápolási rutint fel tudsz állítani csak ezzel a márkával. Egyszerűen mindenük megvan. Az arclemosótól, dupla arctisztítástól, a toniktól, az eszenciától, a szérumtól, a szemkrémtől, a masktól, a naptejtől, az arckrémig mindenük van. És minden eszméletlenül jó is. Egyre több Beauty of Joseon termék kerül be az arcába, vagy bőrápolási rutinomba. A legújabb, amit kiadtak, az egyébként az olajos arctisztító, szintén megvan, tesztelés alatt, és a szemkrém. Eszméletlenül jól van kifejlesztve, ugye ginzeng, 10%-os ginzeng gyökér kivonatot tartalmaz, ami egy eszméletlenül jó őshonos, ugye ázsiai gyógynövény, a ginzeng. A Beauty of Joseon márka egyébként is mindenben ezt a gyökérkivonatot, ezt a ginzeng gyökérkivonatot használja magas százalékban, gyönyörűen fermentáltan, és retinal van benne, azt hiszem 2%, erre most nem emlékszem, de ha jól emlékszem, 2% retinal van benne. Így van, 2% retinal liposzómát tartalmaz. Ó, írja is itt hátul, igen. Textúra gyönyörű, nagyon gazdag. Nem, tehát nem tudom elmagyarázni, mennyire jó. Szinte gél állapba átmegy, de megtartja a gazdag textúrát, meg a gazdag érzetet. Én nyakra is felviszem, ide is felviszem, mosolyvonalra, és ugye a szem. Mondhatom, hogy ez megint csak úgy van kialakítva, hogy akár érzékeny bőr is nyugodtan használhatja. Hatalmas kiszerelés, nem jut be levegő, tehát pumpás. Minden szempontból tökéletes ez a szemkrém, aki retinolt egyébként is már régóta használ és imád, és most szemkrémben is szeretné, csak ajánlani tudom. És most nem azért, hogy mutassam, hogy mennyire gyönyörű a szemem, mert ugye én már évek óta használom a korai bőrápolást, tehát én nagyon durván megőrzöm a fiatalságom. Ezért is írjátok, hogy mennyire szép a bőröm 33 évesen. Tehát ez emiatt van, hogy ugye én már lassan 10 éve csinálom a korai bőrápolást, vagyis nem csinálom, használom. Tehát a csiganyál oké, hogy nem ráztalan nit, de megőrzi a fiatalságot. Tehát fiatalabb, korai bőrápolás lényeg, hogy fiatalabbnak nézel ki, mint az azon, mint a korod. Mindig a korodhoz képest nézel ki fiatalabbnak. Nem azt jelenti, hogy soha nem fogsz megöregedni és megráncosodni, vagy soha nem fogsz veszíteni kollagént a bőrből, mert ez az élet rendje, vagy soha nem fog megereszkedni a bőröd, de hogy nem, a koraiaké is megereszkedik, de korhoz képest eszméletlenül jól néz ki. Tehát lehet, hogy 50-70 éves, de 50-nek néz ki. Tehát nagyon sokban számít, hogy évekig használjátok a csiganyálat, a zöld teát, a ginzeng gyökér kivonatot, a keramidot, a C-vitamint, tehát hogy olyan összetevőket használjatok, retinol, valamint a bőrhámlasztása, mert ha nem tiszta a bőrötök, de ezt be most nem megyek bele, mert van külön videó erről, hogy mi a bőrápolás lényege és menete, és miért.
De nem győzöm kifejteni azt, hogy ezért fontos a megfelelő bőrápolás, és hogy megfelelően hamar kezdjük, hogy a korai bőrápolás lényege nem az, hogy a már meglevő problémát lássuk el, ez a lényege, hanem hogy megelőzzük a probléma kialakulását. Remélem, hogy akkor így egy kicsit jobban lefestettem a bőrápolás lényegét Kóra szerint. Na, egy kicsit így elbeszéltem másfele itt a végének a videóban. Mondom, nagyon-nagyon izgatott vagyok most a retinol termékekkel kapcsolatban. Jön is a tél, úgyhogy borzasztóan jól illeni is fog a bőrápolási rutinomba, és ugyan a retinolhoz kell a naptej is, nem tettem bele ebbe a videóba, mert ugye megvan a Beauty of Joseon naptej is, de így is már nem akartam, hogy hosszabb legyen a videó, meg tényleg egyébként csak az új termékeket akartam nektek megmutatni és kifejteni. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, ne felejtsetek el feliratkozni ide a YouTube csatornámra, kövessétek mindig az új videókat, amiket feltöltök, és kövessetek Facebookon és Instagramon is. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, tartsatok velem legközelebb is, sziasztok!